fő témám a koronavírus járvány. Amikor a propaganda és a valós tájékoztatás arányát akartuk összehasonlítani, és ehhez a hivatalos járványügyi portálnak az összes posztját egyesével be kellett kategorizáljuk. Az oldalon megjelenő posztok egynegyede, majd később, mint kiderült, egy harmada propagandába sorolható. Sajnos Európán belül a legutolsó helyen állunk, de nem kell aggódni, van nálunk is rosszabb. Észak-Koreában 100% a propaganda és 0% a valós tájékoztatás. Amikor a megyei szintű elhalálozási adatbázist szerettük volna megszerezni, 3 hónappal később azt mondták, hogy ők ilyen bontásban nem tárolják ezt az adatot. Beadtuk megint ugyanezt az adatigénylést, ezúttal település szintű bontásban. 3 hónappal később mi meglepő, megkaptuk az adatbázist, amire korábban azt mondták, hogy nem rendelkeznek vele. Olyan, mintha egy elromlott robottal beszélgetnél, hogyha nem jól teszed fel a kérdést, akkor hibát fog jelezni. Kifejezetten intim kapcsolatot alakítottam ki Müller Cecíliával, ugyanis velem olyan adatokat is megoszt, amiket másokkal nem. A legutóbbi adatigénylésünkben 1600 elhunytal kevesebb szerepel, mint amit a hivatalos adatközlésben ki lehet olvasni. Úgy tűnik, hogy az adatújságíróknak kevesebb elhunytat mernek bevallani, mint a nagy közönségnek. Ha ez így megy tovább, még néhány adatigénylés és a halálozási arányból, a világ sereghajtóiból akár a középmezénybe is fölzárkózhatunk.